Most az, hogy a gyűlölködés, amit szítanak, amivel egymás ellen szítanak bennünket, a gyűlölködés a lehető a legteljesebben kielszoruljon az életünkből, ahhoz kell, hogy újra <tall> találkozhasson a Kárpátokon túli magyar, a Kárpátokon belüli magyarral, sőt azokkal a magyarokkal is találkozhassunk itt pünkös hétfőjén, a szabadító, lelket szabadító pünkös után, akik szorványba élnek, akár Európában, akár Ausztráliában, akár Kanadában, akár az Egyesült Államokban, vagy Dél-Amerikában. Ennek az Egyesületnek két vezetője adódott, az itteni vezetője, a földi vezetője, az <tis> tiszti Gergely István lett, akkor még plébános a Sobotfalmának, a másik vezetője, az pedig én lettem. A titkára is itt van, Szabó Miánynak hívják, de hát ismerik őt, mert igen, gyakran itt van. És a vezetőségnek egyik én tagja is itt van közöttünk, ő szervezte ezt a mai összevetelt is, eztán Zsoltnak hívják, aki Székely Szentléleken él családjával, és nem akármilyen módon már a hónap után készíti. Elő a gazdálkodásával. Nos, nagyon-nagyon jó lenne, ha ennek a kápolnának a ügye, ez valamennyinknek a ügye lenne. Igen, sok jó fölajánlást kaptunk, és úgy tűnik, hogy ezen a tavaszon, amikor az időjárás engedi, amikor a fagy fölenged, akkor elkezdjük építeni ezt a kápolnát. Bíró József úr, aki székelyudvar aki vállalkozó ember, aki igen nagy felajánlást tett, nem csak pénzbeli felajánlással segíti a kápolna építését, hanem egyéb munkálatokkal is. Bíró József úr azt mondta, hogy pünkösre, erre pünkösre a körkápolna fölépülhet. Sokan kérdezik tőlem tőlünk azt, hogy miért Körkápolna épül. Föltehető, hogy a középkorban Szent László korába épült első kápolna körkápolna volt. Kevésbé tudják azt, mert hiszen nagyon régóta igen nagy sötétség van ebben a hazában, a Kárpát hazában, akár a belső területen, akár az elcsatolt részeken, hogy nekünk magyaroknak körülbelül 200-250 körtemplomunk volt a középkorban. Ezek a körtemplomok, körkápolnák inkább, ezek, hát igen, kicsi terüek voltak. Ezeknek a körkápolnáknak, a körtemplomoknak a szerepe az más volt, mint a hosszajos templomoké sehol Európában ennyi kisméretű körtemplom nincsen, sőt összesen nincsen ennyi Európában. Annak a kutatása folyik néhány jeles kutató részéről, hogy ezekben a körkápolnákban milyen szertartás lehetett. Én a föltételezéseket most nem mondom el, de a körkápolnáról annyit föltéten el kell mondanom, hogy létezik egy forma a világon, ami a legfontosabb forma, a legrégebb óta régen jelen van. Amikor az ember a kőkorban belső késztetést érzett arra, hogy jelet hagyjon a környezetében, akkor a kört és a keresztet jelölte oda. És a kör és a kereszt, a én véleményem szerint, Isten pecsétje. Azért merem azt mondani, hogy a kör és a kereszt Isten pecsétje, mert népünk megtartotta azt a tudást, ami ez a ősképhez tartozik. Ősképekkel vele születik a tudás, és ez szerint a tudás szerint a kör az öl, ölelés. A kör nem más, mint boldog asszony öle, ölelése, a boldog asszonyság pedig azóta létezik a világban, amit te Isten megformálta azt. A boldog asszonyság nem más, mint az ő teremtő fényének, a folyamatosan kiáradó alkotó szeretetének az óhajtása és a megkapott fénynek az őrzése. A mi nyelvünk csodálatos nyelv. A mi nyelvünk ö, itt európai környezetben az egyetlen olyan nyelv, ami képnyelvnek mondható, szóborkos szerkezetű. A mi nyelvünkbe a korról tudunk kört alkotni. Olyan egyszerű, olyan roppant egyszerű. A lábunkkal semmiképpen nem tudunk, a lábunkkal lépünk, a lábunkkal lépcsőt tudunk alkotni. Nos, amikor az ember olyan sokáig távol van a családjától, mint ahogy most én távol vagyok megint sokáig a családomtól, alig várom, hogy találkozzam velük, feleségemmel, lányommal, és amikor közeledünk egymáshoz, akkor így közeledünk egymáshoz, az ember kitárja a karját és kér. És Feleségem is, lányom is így közeledik, és amikor egymáshoz közel érünk, mert hiányzik az a szeretet, ami Istentől van bennük, létezik általuk, és felém irányul, akkor bezárjuk a kort és kör valósul. Ez a boldogasszonyság. Egyszerű, tiszta, minden, ami Istentől való, egyszerű, tiszta, külön magyar nem szorul. És betelik ez az óhajtás, betelik az óhajtott fényel, mert a kereszt, ami a egyelőszárú <kül> formaként a körbe föllelhető, az ige. Most is, mikor a tisztelendő úr hirdetett, illetve mielőtt igét hirdetett volna, egyelőszárú keresztet rajzoltunk a homlokunkra, az ajkunkra és a mellünkre. Igen, Igen. Isten kiáradó szeretete, az a szeretet, ami nélkül nincs világ, ami nélkül nincs élet, ami nélkül nincs biztonság. Nos, ő ige. Ez az egyszerű rendszer, mert rendszerez két különböző formának a házassága, de azt is tudja népünk, hogy ott, ahol az a két egyenes szakasz, az egyelőszáru keresztnek a két egyenes, a metszi egymást, Isten ott lép be a világunkba. Öl, ige és Isten a Magyar Szent Korona, amely égből szállott alá, a Magyar Szent Korona, amely a középkor sötét, gyűlölködő, gyilkolód Európájában a magyarságot megerősítette eredendő küldetésébe, a Magyar Szent Korona körkereszt. A Magyar Szent Korona öl, ige is Isten. A Magyar Szent Koronán az alsó abroncson, Szentek vannak, két angyal is található, Mihály és Gábor orkongyal. A többiek szentek. Hát túra, szüzmária helyébe, második József alatt. Dukász Mihály került, de valamikor ott Szűzmária volt, bizonyítható. Dukás Mihály mellé még két Bizánci, egyik Konstantinnak neveztetik, a másik Geobixnak neveztetik a két bizánci szent helyett is ő, nyilván magyar, ő, vagy a keresztény egyháznak jeles szentjei voltak. Mint Szűz Mária, mint azok a szentek, amelyek ott vannak a körön, azok tele vannak a fény óhajtásával, a teremtő fényének az óhajtásával, betöltik a körnek a szerepét. És mi van a Pántokon, amelyek igét alkotnak, a pántokon apostolok vannak. Az apostolokat pedig a közén született Isten Jézus azért választotta ki, hogy az igét terjesszék. Az ige, minősül, íme az apostolokkal. Az se véletlen, hogy a fenti uralkodó Krisztus alatt közvetlen elől, ott Szent Jánost kapjuk. Szent János aki evangéliumába a legtözatosabb mondatokat. <kül> mondja Isten akaratából, kezdetben volt az ige, az ige Istennél való, és Isten való az ige, és az ige nélkül semmi se valósult. 14. passzusában ennek a csodálatos oromhírnek azt található, hogy a ige megszületett, és közöttünk lakozik. Most ott Szent János fölött, apostol és evangelista Szent János fölött, ott fönt, ott a két pánt meccsi egymást, ott trónol Isten, az örök Isten, a világot teremté és világot föntartó Isten, ott mutatja meg az arcát. Magyar szentkorona, Korona, Öl, Ige és Isten. A körkápolnáinknak, a temploménknak ugyanez volt a szerepe. A kör a legcsodálatosabb forma a világon. A kör, amiben a boldogasszonyi örök óhajtáson jelen. Ezért terveztük, hogy egy, egy egyszerű, tiszta körkápolna valósuljon ahol örökké jelen van az örökmécses, örökké jelen van az óhajtott teremtői fény. És ennek a körkápolnának a tetején, ott a világító nyíláson, ott megjelenik a kereszt, az egyelőszáru kereszt, ennek az egyelőszáru keresztnek a közepéről lóg alá. Az örökmécses, és alatta pedig ott van a medence, a keresztelő medence. Azt tudjuk, hogy ezeknek a körkápolnának a sorsa a későbbiekbe, tehát nem a, a, akkor, amikor ezek létesültek, a későbbiekben keresztelő kápolna szerepű volt. Jákon a középkori Jákó templom mellett is van egy ilyen körkápolna, az egyértelműen keresztelő kápolna. Ezekben a kápolnákban a keresztelésen kívül a esküvőket is tartották, bizonyítható tény, és ezekben a kápolnákban köszöntek el a halottól. A Jóisten innen vitte vissza a lelkét annak, akinek földi pályafutása befejeződött. Hát én ennyit óhajtottam elmondani a jelenlévőknek, azzal a kéréssel, hogy az a segítség, ami eddig is megvolt, az a segítség maradjon meg a önök részéről, és az itteniek, akár csangók, akár székelyek érezzék ezt, hogy nem rajtuk kívül akar, az ő szándékokon kívül akar valamit létesülni, hanem az ő szándékuk szerint akar itt valami létesülni, nem kitalált forma, kápolna, megtalált forma. A keresztény hitünknek nagyon fontos szerepe volt a körkápolnában. A magyarságot megerősítette eredendő küldetésébe a Magyar Szent Korona körkereszt. A Magyar Szentkorona Korona öl, ige és Isten. A Magyar Szent Koronán az alsó abroncson szentek vannak, két angyal is található, Mihály és Gábor arkangyal. A többiek szentek. Hátulra, Szűzmária helyébe, második József alatt, Dukász Mihály került, de valamikor ott Szűzmária volt, bizonyítató Dukász Mihály mellé még két bizánci, egyik Konstantinnak neveztetik, a másik Geobicznak neveztetik. A két bizánci szent helyett is, ő nyilván magyar, vagy a keresztény egyháznak jeles szentjei voltak mint Szűz Mária, mint azok a szentek, amelyek ott vannak a körön, azok tele vannak a fény óhajtásával, a teremtő fényének az óhajtásával, betöltik a körnek a szerepét. És mi van a pántokon, amelyek igét alkotnak? A pántokon apostolok vannak. Az apostolokat pedig a közén született Isten Jézus azért választotta ki, hogy az igét terjesszék. Az ige minősül íme az apostolokkal. Az se véletlen, hogy a fenti uralkodó Krisztus az más volt, mint a mossajos templomoké. Sehol Európában ennyi kisméretű körtemplom nincsen, sőt összesen nincsen ennyi Európában. Annak a kutatása folyik néhány jeles kutató részéről, hogy ezekben a körkápolnákban milyen szertartás lehetett. Én a föltételezéseket most nem mondom el, de a körkápolnáról annyit föltéten el kell mondanom, hogy létezik egy forma a világon, ami a legfontosabb forma, a legrégebb óta régen jelen van. Amikor az ember a kőkorban belső késztetést érzett arra, hogy jelet hagyjon a környezetében, akkor a Kört és a keresztet jelölte oda. Most a kör és a kereszt, a én véleményem szerint, Isten pecsétje. Azért merem azt mondani, hogy a kör és a kereszt Isten pecsétje, mert népünk megtartotta azt a tudást, ami ez az ősképhez tartozik. Ősképekkel vele születik a tudás, és ez szerint, a tudás szerint a kör az öl, ölelés. A kör nem más, mint boldog asszony öle, ölelése. A boldog pedig azóta létezik a világban, amit te Isten megformálta A boldog asszonyság nem más, mint az ő teremtő fényének. A rökkön folyamatosan ennyi kisméretű körtemplom nincsen, sőt összesen nincsen ennyi Európában. Annak a kutatása folyik néhány jeles kutató részéről, hogy ezekben a körkápolnákban milyen szertartás lehetett. Én a föltételezéseket most nem mondom el, de a körkápolnáról annyit föltéten el kell mondanom, hogy létezik egy forma a világon, ami a legfontosabb forma, a legrégebb óta régen jelen van. Amikor az ember a kőkorban belső késztetést érzett arra, hogy jelet hagyjon a környezetében, akkor a Kört és a keresztet jelölte oda. Most a kör és a kereszt, a én véleményem szerint, Isten pecsétje. Azért merem azt mondani, hogy a kör és a kereszt Isten pecsétje, mert népünk megtartotta azt a tudást, ami ez a ősképhez tartozik. Ősképekkel vele születik a tudás, és ez szerint, a tudás szerint a kör az öl, ölelés. A kör nem más, mint boldog asszony öle, ölelése, a boldog asszonyság pedig azóta létezik a világban, amit te Isten megformálta azt. A boldog asszonyság nem más, mint az ő teremtő fényének, a rökkön folyamatosan kiáradó alkotó szeretetének az óhajtása és a megkapott fénynek az őrzése. Bon a magyarságot megerősítette eredendő küldetésébe a magyar Szent Korona körkereszt a Magyar Szent Korona öl, ige és Isten. A Magyar Szent Koronán az alsó abroncson szentek vannak, két angyal is található, Mihály és Gábor arkangyal, a többiek szentek. Hát Szűz Mária helyébe, második József alatt, Dukász Mihály került, de valamikor ott Szűz Mária volt, bizonyítható. Dukász Mihály mellé még két bizánci, egyik Konstantinnak neveztetik, a másik Geóbicznak neveztetik. A két bizánci szent helyett is ő nyilván magyar, ő vagy a keresztény egyháznak jeles szentjei voltak. Mint Szűz Mária, mint azok a szentek, amelyek ott vannak a körön, azok tele vannak a fény óhajtásával, a teremtő fényének az óhajtásával betöltik a körnek a szerepét. És mi van a pántokon, amelyek igét alkotnak? A pántokon apostolok vannak. Az apostolokat pedig a közén született Isten Jézus azért választotta ki, hogy az igét terjesszék. Az ige minősül, íme az apostolokkal. Az se véletlen, hogy a fenti uralkodó Krisztus,